Többször jelőkészítést követően 2024-ben bővül a helyi járatos közlekedés Fehérváron. Az elmúlt időszakot figyelembe véve nem egyszerre, hanem ütemezetten bizonyos időszakonként néhány járatot érintve lépnek majd életbe a hálózatot és a menetrendet is érintő változások, amelyek körülbelül 280 ezer kilométerrel növekszik majd a hálózati teljesítmény most, amit erről várhatóan a csütörtöki közgyűlés dönteni fog majd elsősorban az alba ipari zónát érinti majd, hiszen ott az elmúlt években meg az, az ipari területeknek a száma, és szerencsére sokan dolgoznak itt. Több járatot fogunk majd ide vezetni, akár az autóbuszállomástól, akár a déli összekötön keresztül, akár a köfémtől meghosszabbítva a Palánkai utcán át, tehát igyekszünk, hogy minél több városészből közvetlenül eljuthassanak majd a az albaipari zónába. A módosításokkal egyes vonalak városrészeket összekötő járatokká válnak majd, és a déli összekötő utat is bevonják a közösségi közlekedésbe, illetve több városrészből teszik lehetővé a kórház közvetlen elérését. Mészáros Attila hozzátette, a nyugdíjasokat érintő kedvezményrendszert is bővítik. Tehát a jegyés és rendszert, ugye legutóbb a diákbérlet bevezetése volt, amelyel, amelyet a korábbi 2900 forintról levittünk 280 forintra, illetve 340 forintra. Most ezt szeretnénk javasolni a közgyűlés számára, hogy döntsön arról, hogy a nyugdíjasok, akik 65 év alattiak, de nyugdíjas jogosultsággal rendelkeznek, számukra is ilyen kedvező legyen a bérlet ár. Tovább a változás, hogy a helyi járatokat járműfedélzeti eszközzel kívánják felszerelni, amely jelzi a gépkocsi vezetők részére a késést, sietést és vezérli a viszonylatjelzőket. Az utasok számára előny, hogy információt kapnak arról, hogy a járat a menetrendhez képest siet vagy késik. Az új menetrend április második lép életbe, minden további információ megtalálható a székesfehérvár.hu oldalon, ahol az útvonal tervező is megkönnyítheti a közlekedést.